Köszöntöm kedves nézőinket! Aki egy embert megment, az egész világot menti meg, olvashatjuk a Talmudban. Sorozatunkban azoknak az egyházi embermentőknek állítunk emléket, akik a vészkorszak idején hitüktől vezérelve, lelki ismeretükre hallgatva, saját és családtagjai biztonságát is kockáztatva üldözött zsidókat, árva gyerekeket vagy akár ellenállókat mentettek meg a biztos haláltól. Voltak, akik túlélték a borzalmakat. De voltak, akik az embermentő tevékenység közben saját életüket áldozták fel és mártír halált haltak. Sok pap, lelkész, apáca és más egyházi személy a hatályos törvényekkel és felekezeteik rendeleteivel szegültek szembe, amikor az áldozatoknak segítettek. Többségük emléke feledésbe merült, pedig ők mindannyian hősök voltak. Bátor tettük minden időben példával szolgál az utókor számára. Történész és egyházi vendégeinkkel, a Jeruzsálemi Yad Vashem intézet munkatársával és klinikai pszichológus szakértőnkkel bemutatjuk az egyes embermentők történetét, és megpróbáljuk feltárni a veszélyekkel járó segítségnyújtás lelki motivációját. Mai adásunkban a 2006-ban boldoggá avatott Salkaházi Sárára emlékezünk, aki embermentés közben halt mártírhalált 1944. december 27-én. Salkaházi Sára számunkra egy olyan példája a szociális testvéri életútnak, amin keresztül el lehet jutni az Úristenhez, hiszen őt a katolikus egyház boldoggá avatta, és ezzel egyben elismerte azt, hogy hősiesen gyakorolta az erényeket, hogy nagyon szerette az Úristent. Amikor Slagta Margit ráállította a testvéreket az üldözöttek menekítésére, akkor hát emiatt őt nagyon sokan támadták, és az is nyilvánvaló volt, hogy ez veszélyes. Salkaházi Sára nagyon félt, és ez a félelem, ő egyébként is egy szenvedélyes természetű ember volt, ez a félelem őt arra ösztönözte, hogy ne meghátráljon, hanem egyet előre lépjen. És azt mondta, hogy ha valakinek ebben meg kell halnia, az legyen ő. És az elöljárói engedélyével 1943-ban felajánlotta az életét mindezért a célért, és hát valóban ezt az Úristen elfogadta, hiszen a társaságból a több mint 1000 üldözött megmentése kapcsán senki más nem halt meg, csak Salkaházi Sára. De azért ez egy hosszú út volt az ő életében is, hiszen 30 éves volt már akkor, amikor megismerte a társaságot, megismerte a testvéreket Kassán. Ő akkor újságíró volt, rendkívül magas szociális érzékkel is rendelkezett, és nagyon megtetszett neki. Nem csak az, amit a testvérek munkát végeznek, hanem az is, ahogyan élnek. Ráérzett arra, hogy az Úristen őt is erre hívja, visszaküldte a jegygyűrűjét a vőlegényének, és belépett a társaságba. Amíg ő eljutott az örök fogadalomig, ez egy 10 éves időszak volt, hiszen nagyon sok minden volt az ő életében, amiről úgy gondolta, hogy szakítania kell mindezekkel, a cigarettától a kiskocsmákig, tehát sokféle szenvedélye volt. Salkaházi Sára élettörténetét meghallgatva nagyon szembetűnő az, hogy ez egy gyötrődő emberi történet, hogy ő végigment egy olyan személyiségfejlődési úton, aminek a végpontja volt az, hogy felismerte, hogy a saját élete az akkor nyeri el az igazi értékét, hogyha másokon tud segíteni. Azt gondolom, hogy az ilyen ember az életét nem egy tólikben látja, nem egy születéstől halálig terjedő történetnek gondolja a saját életét, hanem tisztában van azzal, hogy az életem az a halálomon messze túl tud mutatni.
attól függően, hogy ebben a túligben én mit teszek. És amikor az ember képes a saját életére így tekinteni, akkor tudja ezt az önfeláldozást megtenni. Racionálisan ugye azt mondanánk, hogy hát ez egy badarság. Hát miért adnád oda az életedet másért? Hát mentsd magadat, nem? És igen, hogyha az életünket nem tudjuk egy nagyobb egység részeként szemlélni, ha magunkra nem tudunk parányi történetként tekinteni, akkor nem fog menni az önfeláldozás. Látni kell a saját kicsiségünket, hogy igazán naggyá tudjunk válni. Összesen körülbelül 1000 főt mentett meg a Szociális Testvérek Társasága, részben az anyaházban, a Tököli úti anyaházban, részben Budapesten, illetve vidékre is vittek a házaikba üldözötteket. Néha beöltöztetve őket a saját rendi ruhájukba, saját papírjaikat adva át azoknak, akiket mentettek. Most persze volt egy állandó változás az adott helyeken, tehát pont ez volt a lényeg, hogy próbálták a üldözötteket tovább menekíteni. Ferencvárosban, Bokréta utcában egy munkásnő otthon létezett, ami nem ennek a közösségnek a vezetése alatt állt eredetileg. Viszont 1944 őszén elvállalta a társaság, a Szociális Testvérek Társasága ennek az otthonnak a vezetését, és két testvért küldtek ide, és a vezető maga, tehát aki az egész háznak és intézménynek a vezetője volt, az ugye Salkaházi Sára volt. 44 őszén ehhez még hozzájárult az, hogy ez a körülbelül 150 fős munkásnő otthon, ahol azért volt rotáció rendszeresen, ez alkalmas volt arra, hogy üldözötteket mentsenek itt. Körülbelül 30 főt tudtak itt elrejteni, részben a személyzet soraiban, részben pedig a lakók, tehát az otthon lakói között. Viszont 1944 decemberében a kritikusabbá vált a helyzet, amennyiben katonákat szállásoltak be ebbe az otthonba, a nagy terembe, és a lakók egy része pedig hát a katonákkal elkezdett ismerkedni. Na most az új vezető, Salkaházi Sára, ugye ezt szóvá tette egy szobalány esetében, aki ezen megsértődött, és aztán a ház korábbi személyzetének egy tagja azt tanácsolta neki, hogy hát bosszúképpen jelentse föl a nyilasoknál a Sára testvért, mondván, hogy itt zsidókat rejtegetnek. Amikor a Bokréta utcai dél otthont a nyilasok megszállták, Sára testvér nem volt otthon, és figyelmeztették, hogy ne menjen haza, mert ott vannak már a nyilasok, de ő azt mondta, hogy én vagyok felelős ezért az otthonért. És bement, és vállalta mindazt a kockázatot, ami ezzel a menekítéssel jár, és valóban őt ezen a napon, 1944. december 27-én a menekültek egy csoportjával együtt elhurcolták, és velük együtt a Dunába lőtték. Valahonnét már megérezte, hogy most hamarosan az ő halála is közeleg, ezt karácsony előtt egy testvérnek már meg is említette, és fel volt rá készülve. És azt gondolom, hogy valóban az ő élet felajánlását fogadta el az Úristen, és ezzel, ha neki meg is kellett halnia, és még néhány más embernek is, de tényleg sokakat megmentett. First of all righteous among the nations have been recognized, are recorded at Yad Vashem and are honored at Yad Vashem.
till the mid-1990s, trees were planted in the Avenue of the Righteous Among the Nations at Yad Vashem alongside name plaques. Since the mid-1990s, the Garden of the Righteous Among the Nations, which is also on the premises of the Yad Vashem campus, was established, and there are walls of or memorial walls where the names are inscribed annually. New righteous every year are added by country. Azt gondolom, hogy a mai kor sem nagyon más, mint a második világháború idején volt, amikor különböző pusztító ideológiák határozták meg az emberek gondolkodását. Nagyon sok embercsoportot selejteznek ki, ahogy ezt Ferenc pápa szokta fogalmazni. Akár a hatalom vágy miatt, akár különböző gazdasági érdekek miatt könnyen manipulálják azokat az embereket, akiknek nincsen szilárd meggyőződésük, vagy hiányoznak a gyökereik, céljaik. Azt hiszem, hogy az emberi méltóságot még soha ennyire nem támadták, mint napjainkban. Ahogy a második világháború idején, vagy már azt megelőzően, arról tartottak világnézeti kurzusokat a testvérek, hogy bemutassák, hogy mi egyeztethető össze Isten tanításával, és mi nem. Mi az, ami manipuláció, mi az, ami nem. És próbálták megismertetni a hitünk tanítását, amelyik szerint mindenki egyenlő értékkel, méltósággal bír. Az Úristen minden egyesünket ugyanannyira szeret és teremtett, hogy erre a fajta közszellemformálásra, erre ma is óriási szükség van. Ma még észrevétlenebbek, azt hiszem, ezek az áramlatok, mint akkor voltak. Éppen Salkaházi Sára esete és hozzá hasonló történetek, esetek késztették arra az egyházat, hogy tovább gondolja a mártíriumnak a teológiai tanítását, hiszen nem csak a hitnek a szóbeli kifejezéséről van szó, a hitnek a megvallásáról, hanem a felebaráti szeretetben és az üldözöttek melletti szolidaritásban megmutatkozó hit tanúsításáról is. Úgyhogy ezt látjuk éppen Salkaházi Sára élet példájában, hogy ugye itt a kereszténységnek mindenkori üldözöttek, elnyomottak melletti kiállásnak és felelősségvállalásnak, áldozatvállalásnak a példája jelenik meg. A sorozat megtekinthető a Bizony Isten YouTube csatornán, és visszanézhetik a mediaclick.hu oldalon. Fontos, hogy az utókor megismerje az életmentők bátor tettét és személyét. Hálával tartozunk nekik, mert aki egy embert megment, az egész világot menti meg.